Hátúri Klára Egy csitri emlékeiből A tél füstköde helyén a levegőeget enyhén mámoros tavasz illat járta. Fehér menyasszony ruhát öltve a spirea, virágmézét épp szerelmes ízlelésre a fölötte zümmögő bogárnépnek kínálta. Március után szeszélyes április havába Vén morcok megvidámodva tálalták régeset csínyeik egymásnak, s ereje teljén az ember végre valahára nekiláthatott ezernyi sürgető dolgának, mikor egy szűk gyontató fülke csöndes, meghit homájába egy csitri téli nap tavaszi kikelet, fogvatartott lelke szabadítására, bánat s erős fogadalmához igazító jelet, a Szentlélek kies ösvényén találva, Jézus szolgálatára eképpen sietett. Télnek fagyán, s tavasz jegén törve át, mint spíre a bokrán rovar gyülekezett, szolgálva a szabad, szép természetnek, terjesztem valahány vétkem, hibám eléd, szerelmes, édes Jézus Krisztusom, e fogadalom lelkemből száll feléd sorsom számtalan vesztett küzdelmén, győzelmet venni veled kívánok én. S fent nyílt az ég, és a gyóntatóhely megdicsőült fél a mennek fénytelt magasából e válasz érkezett. A feltámadottak útja égbe vezett. Halleluja, dicsőség Istennek!